Az egészséges, sima bőr hozzátartozik a szépségápoláshoz. Többen kipróbálták már az epilálást, a gyantázást, illetve a borotvát, de egyik sem volt hasznos. Mi felkerestünk egy bőrgyógyászt, Kaszab Csillát, tőle kértünk tanácsot. Nem csak esztétikai, hanem kényelmi szempontból is divatja van a végleges lézeres szőrtelenítésnek. A tapasztalatok szerint sokan használnak még gyantát vagy borotvát, amely sérülést okozhat. A hagyományos technikák, tehát az epilátor, illetve a borotva, az nagyon sok apró hámsérülést tud okozni a bőrfelületen. És ezek a pici bőrsérülések nagyon jó táptalajt jelentenek a különböző kórokozóknak. Tehát ezáltal nem kívánt vírusos szemölcsökre is szertehetünk, illetve egyéb bakteriális gyulladásra. Larion Zoé fotómodell munkája megköveteli az egészséges sima bőrt. Azt mondja, sok hámsérülést okozott magának a korábbi módszereknek köszönhetően. Minden nap vagy minden másnap kellett borotválni. Aztán áttértem az epilátorra, ami szintén nem egy olyan nagyon kellemes érzés, ahogy tépi a szőrt a lábomon, illetve a karomon. Úgyhogy ezt inkább hanyagoltam, és a gyantázást választottam. Zoé szerint egyik módszer sem volt megfelelő, ezért konzultált egy bőrgyógyásszal, majd elvégeztette a végleges lézeres szőrtelenítést. Kiszámoltam, hogy árban is jobban járok, hogyha eljövök egy végleges szőrtelenítésre, nem lesz szőrtűszőgyulladásom, nem kell naponta, két naponta ezzel foglalkoznom, és egy sokkal kényelmesebb megoldást találtam. 2008-ban jöttem el először lézeres szőrtelenítésre, akkor teljes hónai, illetve fazon területeket választottam. A szőrszálak egyéntől függően több területen kialakulhatnak. Sok embernek az arca is lehet szőrös, nők esetében is. De leggyakrabban a hóna és a lábszára problémás, a férfiaknál a mellkas és a hát okozhat gondot. Nagyon szeretik a lábszár területet, illetve a combokat, mert nyilván nyári időszakban sokkal egyszerűbb, hogy nem kell mindig hosszú nadrággal takargatni ezt a területet, és nagy közkedveltségnek örvend a hóna, illetve az intim terület is. Minden eljárás hatásos valamilyen módon, egyéntől függ, hogy ki melyiket választja. A villanófényes a gyantázás alternatívája. Előnye, hogy nincs gyulladt szőrtűző és a szőrnövekedés lelassul. A végleges megoldást nyújtó dióda lézeres eljárásnak ugyanakkor nagy divatja van, mivel az egyszer elpusztított szőrtűzőből már nem nő sötét, pigmentált szőr, helyükre csak pihék nőhetnek. A lézerfénynek a hőenergiája ugyanis a szőrszál mélyebb rétegeibe jut el. Ez a hő energia gyakorlatilag a szőrtűzőben egy hőmérséklet emelkedést indít be, és ez fogja a szőrtűzőt gyakorlatilag örökre roncsolni, így pusztulnak el. Az a jó, hogyha valakinek minél világosabb a bőre, és minél sötétebb szőrszálai vannak. A kezelés előtt az is fontos, hogy egy 4 héttel már erős UV-fény ne érje a bőrfelületet, tehát pont ezért a napozás, illetve a szolárium használat kerülendő, mert akkor a bőr is sokkal sérülékenyebbé válik. A szőrnövekedés ciklikussága miatt a kezelés sorozat 8 alkalomból áll. Két lézeres szőrtelenítés között a kezelt területtől függően 6-8 hétnek kell eltelnie.